Dunaújvárosban is megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjára, ugyanis 1823-ban, január 22-én írta meg Kölcsey Ferenc a himnuszt csekén. A Városháza Cészárnyának rendezvénytermében elsőként a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanári kamara csoportjának előadását láthatta a közönség. A Prokultúra Intercizé díjat Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése alapította. Az elismerésben a kimagasló teljesítményt nyújtó alkotó és előadó művészeknek, alkotó és előadó művészeti közösségeknek és azoknak a személyeknek, valamint közösségeknek adományozható, akik a város kultúrájáért hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak. Idén hárman kapták meg a díjat. Pocsai Mária, a Széchenyi István Gimnázium pedagógusa és a kórus vezetője. A zenekedvelő tanulóknak tartalmas próbákat szervez, integrálni tudja a viselkedési, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulókat is. Pocsai Mária vezetése alatt a vegyes kar többször megkapta az év kórusa kitüntető címet, és szép sikereket ért el iskolai, városi vagy országos rendezvényeken is. Pocsai Mária pedagógus és karvezető városunkban végzett példaértékű kulturális és hagyományőrző tevékenységének elismeréseként vehette át a Prokultúra Intercizé díjat. Rengeteg tehetség van az iskolákban, és a tehetségeket fel kell karolni. Legyen ez egy társadalomtudományos, legyen ez egy művészeti tárgy, ami az én területem. A gyerekek szeretnek együtt dolgozni, közösségben lenni, és szeretik önmagukat megmutatni. Ez a zene, a kórus munka, a népdalozás mind-mind közösséget formál, és személyiséget nevel. A második díjazott Vakterné Orosz Adrián, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza közönségszervezője, valamint a Petőfi Művészeti Liget művészeti vezetője és szervezője. Munkáját lelkiismeretesen és lendületesen végzi, rugalmas, együttműködő, a partnerekkel remek kapcsolatot alakított ki. Neki köszönhetően a Petőfi Művészeti Liget minden év nyarán egyre méltóbb helyet kap a város kulturális életében. A kimagasló és magas színvonalú kulturális tevékenységének köszönhetően Dunaújváros közgyűlése a Prokultúra díjat Vakterné Orosz Adrián részére adományozta. A harmadik díjazott pedig Szabó Zsolt Róbert lett, aki szívén viseli Dunaújváros, Dunapentele hagyományait, történetét, építészeti értékeinek megóvását, valamint elődeinek öntudatos és büszke követője. Az érettségit követően 2001-ben a helyi főiskolán gépészmérnök-mérnök tanári oklevelet, majd 2005-ben Pécsett építészmérnöki diplomát szerzett. Komoly részt vállalt a Pentele 1000 éve című könyv tartalmi összeállításában, valamint 2012-ben elkészítette a Szalki-sziget rehabilitációs koncepciójának javaslatát, 2015-ben pedig a pentelei főtér rekonstrukciójának látványtervén munkálkodott. Tevékenységét 2016-ban ProPentele díjjal jutalmazták. Most pedig átvehette a Prokultúra Intercizé díjat az elkötelezett kulturális és példaértékű hagyományőrző tevékenységének elismeréseként. Nagyon fontos mindenkinek a kultúra és a hagyomány ápolása egy városban, hiszen ha ez nem lenne, akkor mi maradna? Maradnának a számok, meg a munka. Enélkül szerintem egy nagyon szürke lenne ez az egész esemény is. Mint építész, meg külön öröm nekem, hogy például ez a díj után a saját tanárommal is ugye egy helyen emlegethetnek. A Prokultúra Intercizé díjakat Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester adta át az elismerteknek, aki azt mondta, hogy Dunaújvárosban számos olyan ember található, aki megérdemelni, hiszen Dunaújváros egy kulturális központ is. Rengeteg olyan jelölt van, akik közül bárki megérdemelni, de természetesen ez egy behatárolt tényező, tehát nem lehet több díjat kiosztani. Nagyon ritka esetben ugyan szoktunk. De azt gondolom, a három díjazott tökéletesen tükrözi a város kultúrás életének azon szegmensét, azon lehetőségeit és azon széles palettáját, amelyben Dunaújváros ma él. A díjazás után a Dunaújvárosi Vegyeskar ünnepi műsorcsokrát hallhatta a közönség.